Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a 20 perc együtt következő része. A mai vendégem Szilágyi Alex, aki a Szegedi Tudományi Egyetemen tanul jogásznak. Szia Alex! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk, szuper, hogy itt vagy! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek! Alex egy igazán különleges és szuper ember, és így is nagyon-nagyon köszönjük, hogy elvállaltad ezt a felvételt, mert látássérültként még nehezebb dolga volt. Kicsit nehezített pályán kellett bekerülni az egyetemre, de te vagy a példaképe mindenkinek, hogyha az ember valamit eldönt, akkor igazából mindent véghez tud vinni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon külön öröm, hogy így is elvállaltad, hogy itt leszel és beszélsz a tapasztalataidról. Köszönjük szépen! Tudom, segítek. Na jó, akkor térjünk is vissza. Te most első éves vagy az egyetemen, ha jól tudom. És neked mikor derült ki, hogy te jogász szeretnél lenni, te jogi egyetemet választod? Mikor kezdett el ez benned megfogalmazódni, hogy te ide szeretnél majd jönni? Igazából ez egy elég régi dolog már. Úgy kezdődött az egész pályaválasztásom, hogy először autóversenyző akartam lenni, de hát nem sikerült. Aztán pék, meg tolmács, meg tanár, amit az ember el tud képzelni, de aztán 12 éves koromban az általános iskolának az akkori igazgató helyettese azt mondta, hogy hát ő engem úgy el tudna képzelni jogásznak, mert szeretek beszélni, meg amúgy is van szorga, van meg eszem hozzá. Hát akkor én még nem nagyon tudtam, hogy ez így van-e vagy nem, de hittem neki, és ebben az irányban indultam el, az Andrássyba felvételiztem emelt töri tagozatra, letettem a töri érettségit, emeltem, és most itt vagyok Szegeden a jogon. Szóval gondoltam, adok már egy esélyt ennek, hogyha ennyiszer mondták, meg ennyien. Az biztos, az biztos. És hát akkor igazuk is volt, hogy itt vagy. Azt egy kicsit el tudnád mondani, hogy a jog az általában olyan, hogy attól mindenki megijed, hogy így, ó, jaj, hát ott rengeteget kell tanulni meg, sok idő, hosszú év. Kezdésnek el tudnád nekünk légy mondani, hogy így a jogi képzés hogy épül fel pontosan? Vagy hát, hogy úgy, ahogy most úgy kb. Tudod? Hát megpróbálom. Úgy kezdődik, hogy ez egy 5 éves osztatlan mesterképzés, tehát annyit jelent, hogy 5 év után az ember egy doktor előtaggal a neve előtt jön ki, ekkor végzett jogász a titulusa, ezzel elmehet például vállalatokhoz tanácsokat adni, meg jogtanácsos lehet. Ezek után, aki még ennél többre vagy másra vágyik inkább, az egy 3 éves szakmai gyakorlatot fog eltölteni az általa választott szakma területén. Például leemelt ügyvéd mellé ügyvédbojtárkodni, én is ezt tervezem, vagy ügyészi hivatalban mehet dolgozni, vagy esetleg bíró mellé. És miután ezt a gyakorlatot elvégezte, lesz egy vizsgája, ami most nem tudom, hogy állam vagy szakvizsga, ezt majd a nálam okosabbak megmondják, és ezután lehet majd elhelyezkedni, tehát ez egy elég hosszú képzés. Ezt a bojtárkodást, meg gyakornokoskodást úgy kell elképzelni, mint hogyha az orvosok elmennének rezidensnek, tehát kb. Hasonló ebből a szempontból a felépítése a két karnak. És mondtad, hogy azért elég sok helyre lehet helyezkedni, de hogy már 5 év után is van lehetőség, hogy bizonyos helyeken dolgozzon az ember. Esetleg tudnál mesélni arról, hogy konkrétan milyen területek vannak, ahova majd lehetségetek lesz tovább tanulni? Hát én annyit tudok elmondani így az STR-ről, hogy nálunk van lehetőség arra, hogy az ember modult válasszon. Ez annyit jelent, hogy kb. Harmad vagy negyed év környékén el tudja dönteni az ember, hogy akkor melyik modulban akarja befejezni az egyetemet, tehát mondjuk magánjogi, üzleti jogi, munkajogi, büntetőjogi modul. Ez nagyjából egyébként meghatározza, hogy melyik irányba fog majd tovább menni. Például a magánjogi modulban ott például a nagyon egyszerű példa, mondjuk, hogyha adásvételi szerződéseket akar az ember állandóan írni, akkor mehet magánjogra, de ez még nagyon sok minden magába foglal egyébként, ez csak egy példa volt. Ha pedig büntetőjogra megy, akkor pedig nagyon sokat fog bíróságra járni, és nagyon sokszor fogja azt a szót hallani, hogy vádlott. Tehát körülbelül ennyi, nagyon egyszerűen fogalmazva, de számos lehetőség van. Tehát azért hiába halljuk azt, hogy eléggé terített szakma, hogyha valaki szeretne, akkor azért van nagyon sok olyan hely, ahova várják a jogászokat, meg az ügyvédeket is. Van lehetőségetek többnyire
az iskola elvégzése után viszonylag könnyen munkát találni? Van, persze. Bizonyos szakmákból van telítettség, ahogy mondtad is, de úgyis meg lehet oldani, csak kicsit nehezebb. El lehet menni másik szakmába például, vagy lehet másodállást is végezni. Ezt nálam gyakorlottabbak elmondják jobban. Én egyelőre ennyit tudok róla. Jó, szuper, köszönjük szépen. Most egy nagyon kicsit előre ugrottunk, de akkor térjünk is vissza ahhoz, hogy sikeresen felvételt nyertél az egyetemre, és elkezdődött az év. Ugye ez egy elég érdekes koronavírusos év volt sajnos, de mondjuk, hogyha golcsolnál veszik az első fél évedet, milyen tárgyaitok voltak, és hogy mennyire voltak ezek nehezek, így már egyből a kezdet-kezdetén? Először igazából nem a tárgyak voltak nehezek, először maga az a váltás volt nehéz, ami ugye a gimi meg az egyetem között van. A számos különbség például, hogy már nincs osztályfőnöke az embernek, hogy sokkal többen vagyunk, hogy tőlünk függ, hogy mondjuk látogatjuk az órákat, vagy nem. Először ebbe kellett beleszokni, hogy akkor felvegyük a ritmust, hogy akkor szépen rendszeresen tanulgassunk, vagy inkább csak pihenjünk, ez embere válogatja. De az ilyen nehezebb vagy húzó tárgyak igazából három. Tehát három ilyen húzó tárgyunk volt. Az egyik az a Róma, római jog 1, ez a hivatalos neve. Van is egy ilyen mondás, hogy Róma dönti el, hogy mikor, hogy lesz-e belőled jogász. Ezt arra akarnak utalni, hogy nehéz, viszont alapozó tárgy, szóval meg kell tanulni. Nekem ez a helyesnek nem volt problémám, de vannak nálam okosabb és művelt emberek, akiknek problémát jelentett, szóval nem tudom, mitől függ, hogy az embernek megye vagy nem. Volt még itt Európai Alkotmány és Jogtörténet 1, ez az EU, tehát nekem mindig kimondani ezt a hosszút. Ez is egy ilyen jó kis 5 kreditős diplomaminősítő tárgy, tehát sokat ér, és majd számítani is fog. Itt is van előadás, meg gyakorlat, tehát igyekeznek elmélyíteni bennünk az ismereteket. Van, akiben sikerül, van, akiben nem. Amitől viszont én valamennyire féltem első fél évben, az a MAT, a Magyar Alkotmánytörténet volt, mert hatalmas az anyag, szerintem. Ez nem negatívum, csak egyszerűen sok a komponens, amiből áll, és nagyon rendszeresen kell ahhoz tanulni, hogy ezek megmaradjanak és egymásra épüljenek. Javukra legyen mondva egyébként az intézetnek, hogy nagyon jól leadták az anyagokat. Tehát aki meg akarta, az megtanulta, szerintem. Uh-huh. Ezek a nehezebb tárgyaink szerintem. Emellett voltak még egyébként ilyen kis kétrétes tárgyak is, amik igazából levezetésként szolgáltak, vagy nem okoztak akkora fejtörést, például államelmélet volt ilyen, abból mindig kiadták az olvasólecskéket, és megtanultuk. Tehát el van osztva azért, hogy mennyire terhelnek minket. Uh-huh. És vannak szabadon választható tárgyaitok is? Vannak, igen, ez attól függ, hogy fel akarja az ember venni őket, ahogy a nevük is mutatja. Ezek általában ilyen kétkerétes tárgyak szoktak lenni. Én előző fél évben nem vettem fel szabvált, mert gondoltam, hogy először lássam, hogy milyen ez a szabadon választott tárgyak nélkül, de most második fél évben már felbátorodtam, és felvettem olyan tárgyakat, amik érdekelnek, és abszolút nem bántam meg, mert tényleg vannak olyanok, amik nagyon jók. Tök jó, tudsz mondani egy-két példát? Hogy most miket? Persze, például szabadon választott tárgy, amit én felvettem, az a híres perek a jogtudományban és a szép irodalomban. Ez nagyon nagy vágyam volt, mert hiányzott az irodalom az életemből, és hát ha valamennyire így legalább visszahozhattam. Felvettem például ilyet, hogy igazságügyi orvost a jogász hallgatóknak, ez eléggé távol tudná állni a jogászoktól, ez a biológiás téma, de egyszerűen szükségünk lesz rá. Az biztos, meg legalább ezek tényleg olyanok, amik titeket is érdekelnek. Ott. Tök jó akkor, hogy igazából még válogathatok is. És mennyire igaz az, hogy ugye jogon, a jogtól mindenki azért fél, mert hogy nagyon-nagyon magolós, hogy tényleg reggeltől estig ott kell ülni, és akkor nyomatni az anyagot, vagy azért úgy bírható, nem tudom, te hogy tapasztaltad így az egy év alatt. Az abban, hogy nagy általánosságban nem tudok beszélni, mert én sose tudtam magolni, nekem mindig valamennyire értenem kellett, hogy mi az, amit tanulok, meg hogy hogy függ össze. Az tény, hogy elég sok munkát bele kell fektetni. Igazából szerintem két megoldás van. Az egyik megoldás az, hogy
szépen folyamatosan készül az ember, és beosztja a kis adag tanulnivalókat, hogy valahogy haladjon velük, és ne temessék maga alá, maguk alá. Én most már ezt csinálom. Első fél évben nem ezt csináltam. Ott kb. A vizsga előtti egy hétben jutott eszembe, hogy na, akkor talán tanulni is kéne valamit. Nem túl hatásos, de van, akinek még ez is működik. Szóval szerintem, hogyha az ember elosztja, és megpróbálja megérteni, akkor mehet. Igen, vagy megoldhat. Válogatja. Igen. Tök jó, hogy említetted a vizsgai időszakot, mert ez is egy fontos kérdés, hogy így mennyire oszlanak meg a terhek évközben. Hogy így mennyi olyan sok feladatotok van, amit esetleg a szorgalmi időszakba kell csinálni, meg hány vizsgátok van a vizsgai időszakban, hogy így melyik mennyire nehéz. Hát igazából évközben a terhek az előző fél évben annyira nem osztottak meg, mert nagyon sokáig nem értünk Z-hát, aztán egy idő után többet, az annyira nem esett jól. Most ebben a fél évben tehát most már gyakrabban írunk Z-hákat, ami elég fárasztó, de így legalább valamennyire megtanuljuk az anyagot, és látjuk, hogy haladunk. A vizsgai időszak egyébként olyan, hogy kb. Olyan 10 vizsgánk lehet, ha jól számolom, ugye megajánlottak nélkül, azokat ugye meg lehet szeretni vizsgai időszak előtt a jegyet, és akkor nem kell elmenni vizsgázni. Nekem azt tanácsolták felsőbb évesek, hogy hagyjak ki mindig egy hetet a vizsgák között, hogyha van rá mód. Így tettem, nekem ez bevált. Van, ahol nem, de ott kicsit dolgoztam rajta, és működött. Vannak praktikák ezeket, majd az ember mellett közben megtanulja. Igen. De hát azért 10-12 vizsga az nem kevés. Szóval azért ott tényleg kicsit azért fel kell kötni a gatyát, de akkor ezek szerint teljesíthető is van. Igen. Igen. Említetted, hogy ugye a jog már nyilván teljesen más, mint a gimi, és hogy ugye sokan vagytok. Mennyien kezdtétek most ezt a szakot? Vannak esetleg kisebb csoportok, amire így fel vagytok osztva? Úgy néz ki egyébként a dolog, hogy 180-an vagyunk a karon, ez egy ilyen nagyságrendi szám, körülbelül ennyien lehetünk, és ezt onnan tudom, hogy vannak kisebb gyakorlati csoportjaink, amik arra szolgálnak, hogy az előadásnak az anyagát, azt egy koncentráltabb közegben, kicsit jobban rámenve arra, amit nem tudunk, valahogy megértsünk. És van 11 darab ilyen csoportunk, amiben kb. 16 ember van, hol több, hol kevesebb, tehát kb. A 150-200-as nagyságrend a stimmel. 150-200, hát akkor az tényleg elég sok ember. Ugye most sajnos, ahogy már említettük is, ti eléggé beleestetek a koronába, nem tudom, hogy mennyi lehetőségetek volt esetleg így jobban megismerni egymást, volt-e bármi olyan program vagy lehetőség, hogy így egy kicsit így építsétek ezt a közösséget? Hát azt érdemes tudni talán, bízva abban, most azért mondom el ezt, hogy bízom abban, hogy már a következőknek szeptembertől nem kell ezzel szembesülniük, hogy alapjáraton lenne gólyatábor, jogászbálok, különböző karközi kvíz, amikre el lehet menni, és ott ismerkedni akár karon kívüliekkel is, ami tök jó. Nekünk most gólyatáborunk speciál nem volt, az előbb említett dolgok sem nagyon voltak. Van, amit megpróbáltak online összehozni, amiért tisztelt a próbálkozás miatt, de hát sose lesz ugyanolyan. Viszont voltak tutorjaink, akik igazából már végzett hallgatók voltak, és ők próbáltak terelgetni minket első fél évben, hogy akkor, ha van kérdésünk, tegyük fel, és szerveztek ilyen találkozókat is, amikor még be lehetett ülni valahova, és ott csapatépítő játékokat is tartottak, szóval ott valamennyire volt lehetőségünk megismerni a többieket. Ez ugye kis gyakorlati csoportonként volt, tehát kb. 20 ember, mint egy kisebb osztály voltunk ott, és így nem kellett 6000 nevet megjegyezni. Miután jöttek a lezárások, azután inkább azokkal tartom a kapcsolatot, akikkel már megismerkedtem, tehát sajnos új ismeretségeket nem nagyon tudtam kötni, de ezekért az ismeretségeimért tényleg hálás vagyok, mert nagyon bírom ezeket az embereket, akikkel találkoztam. Szuper. Még így is, hogy túl sok lehetőség nem adatott. Hát az biztos. Tényleg reménykedjünk, hogy akkor szeptemberben ez már esetleg jobb lesz, és minden elmaradt eseményben lehet majd pótolni valahogy. Hát, igen. Ha jól tudom, akkor te kolis voltál még a kezdet-kezdetén. Esetleg erről tudnál mondani
egy pár szót, hogy egyáltalán te nem szegedi vagy eredetileg, ugye? Hogy milyennek találtad elsőnek a várost, és könnyen magadénak érezted-e az egyetemet meg a légkört? Egy kis adalék ez a szegedi-nem szegedi dologhoz, hogy igazad volt, mert nem Szegeden lakom, Békéstava mellett lakom egy kis faluban, viszont Szegeden születtem, és érdekesség, Kolim, az a kb. A kórház mellett volt, ahol születtem. Tehát, ha úgy tetszik, akkor visszajöttem oda, ahonnan indultam. De kis színestől eltekintve egyébként a jogász szokról érdemes tudni, hogy nincsen saját kollégiumunk, tehát mi karközi kollégiumban vagyunk, ami azt jelenti, hogy ugye több kar van benne, nem csak mi. Ami nem probléma, mert vannak olyan kollégiumok, ahol hatalmas bulik szoktak lenni, ezért is szeretnek oda jönni a jogászok lakni. Vannak olyan kollégiumok, amik nagyon jó helyen vannak, és ezért kiváló bennük lenni. Én speciál a jogász kollégiumokról túl sok, vagy az ilyen nagyobb népszerűségre számot tartó kolikról nem tudok beszélni, mert én a tanárképzésöknek a kollégiában voltam a klinikáknál. Én ott tök jól el voltam, ismerős szobatársal voltam, alapvetően 4 fős szobák vannak, tudomásom szerint. Azért volt jó ott lakni, mert kb. Pár száz méterre volt egy troli megálló, ami elvitt, ahova kellett. Szóval magát a várost úgy összességében nagyon szeretem, mert igazából nincsenek túl nagy távolságok, és amikor tényleg teljes hatásfokon üzemel a város, ugye nyitva van minden, akkor tényleg minden sarkon találsz az ember valami helyet, ahova vagy beül, vagy csak megpihen, szóval szerintem nagyon jó kis város ez. Az biztos, az biztos. Szóval, akkor ez tök jó tényleg, hogy minden nagyon közel van ott nektek, és hány fős volt például a te szobád? Hát nekem külön helyzetem volt, nekem 2 fős szobám volt, tehát 1 szobatársam volt, nagyon jól el voltunk, aztán a 24 négyzetméter, ami adatott, de mondom, a járaton 4 fős szobák vannak tudomásom szerint, vagy még több. Szuper, szuper. Igazából az tök jó, hogy, hogy így ennyire sikerült, még így a koronavírusra való tekintettel is teljesen megszeretni az egyetemet, meg beleszokni, hogy mi hogy működik, mert igazából ez első évesként emlékszem, hogy én még úgy is teljesen el voltam veszve, hogy igazából bejártunk minden nap az egyetemre, és főleg online, úgyhogy nem is nagyon találkozik az ember a tanárokkal, meg a diákokkal se, ez tényleg nem túl egyszerű. Tényleg a tanárokról egyébként még nem esett szó, hogy így, hogy tapasztaltátok, mennyire partnerek veletek, mennyire kezelnesziteket esetleg egyenrangúként, vagy mi a tapasztalatod? Az a helyzet egyébként, hogy mint ahogy mindenhol itt is vannak nagyon jó, meg kevésbé jó tanárok, viszont azoknak a segítségével, akiknél az ember annyira nem szívesen tanul, megtanulhatja értékelni azokat, akiknél azt mondja, hogy na igen, én ezért jöttem ide. És nekem mindkettő féléből tehát adatott, és már egészen megszoktam őket. Tehát vannak, akik nagyon korrektül bánnak mind velem, mind a többiekkel, vannak, akik nem, de hát most ez van. Igazából mindenhol úgy van, hogy vannak ilyen, és olyan is, de hogy nyilván próbálkozni kell. Nagyon szuper, köszönjük szépen. Igazából már csak annyi kérdésem lenne itt a végére, hogy ugye neked, ha sajnos mondhatjuk, egy fokkal azért még nehezített pálya is volt ez az egész, hogy például a tanulást azt hogy tudod megoldani? Milyen módszerek vannak, hogy azért a jogon nagyon-nagyon megszenved mindenki, de hogy tudod így az anyagot átvinni teljesen és befogadni? Az a szerencsém egyébként, hogy én nagyapámtól örököltem egy tök jó memóriát, szóval elég hamar megjegyzek dolgokat. Ezen felül még ami nagyon segít, az, hogy a technika is itt van, tehát például van egy képernyőfalos a telefonomon, most úgy beszélünk például, hogy ez rajta van a telefonon, és ezzel végzem a mindennapi dolgaimat rajta. Ugyanilyen képernyőfalolvasó van a laptopomon is, jegyzetelni szoktam, és a feltöltött Word-öket, PDF-eket azon olvastatom fel. Ha esetleg ilyen nincs, akkor pedig még a harmadik oszlopa a segítségnek az a
az a közösség, meg az emberek, mert ha éppen nincs semmi, akkor valaki felolvassa nekem, nagyrészt barátnőm egyébként, de akárki, tényleg aki ez eddig fordult, a nagyon segítőkész volt, és nem hagytak elveszni. Na jó, nagyon szuper. Úgyhogy srácok, hogyha ti is halljátok, és esetleg hasonló cipőbe jártok, akkor nem szabad feladni, mert tényleg bármit elérhettek egyébként. És szerintem, hogyha írtok nekünk is, van esetleg bármi kérdésetek Alexhez is, vagy hozzánk, akkor nyugodtan írjatok, és mi majd maximum továbbítjuk neki, és szerintem nagyon szívesen segít, hogyha esetleg valakinek bármi olyan kérdése lenne, amire ő tudna válaszolni. Igen, csak nyugodtan. Gondolom. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igazából már, ahogy nézem az órámat, le is telt a 20 percünk, már a legeslegvégére csak annyi utolsó kérdésem lenne, hogyha tudnál mondani egy kis búcsú üzenetet, amit üzensz a jelenlegi végzősöknek, vagy a jogászoknak, készülőknek, akkor az tök szuper lenne, hogyha most meg tudnád tenni egy pár mondatban. Igazából most, hogy végigmondom, nem szeretnék túlságosan közhelyes lenni, mert az senkinek nem válik előnyére. Egy olyan történethez nyúlik vissza, amit már nem tudom, ezer éve mesélnek, csak mindig máshogy. Nagyon röviden annyi a történet, hogy az uralkodónak a mester, aki nevelte őt, adott egy gyűrűt 18. születésnapjára, hogy a rajta, tehát a rágavirizott üzenetet azt vigye magával, mert ez majd segít neki. A gyűrűben az volt írva, hogy egyszer vége lesz. És most így a pandémiás helyzetben nyilván így is lehet értelmezni a gyűrűre vésett üzenetet, de igazából ez az egyensúlyra vonatkozott, hogy próbálja megtartani azt, hogyha valamikor nagyon jó, akkor tudja, hogy ennél lesz rosszabb, és ne váljon kevéjé. Ha pedig valamikor nagyon rossz, akkor tudja, hogy valamikor lesz jobb, és ne keseredjen el túlságosan. És igazából egyetemen az ember megtanulja azt, hogy van, ami nem sikerül, nem vagy legközelebb fog. Van, ami sikerül, attól még, és akkor lehet örülni neki, de nem túlságosan azt hinni, hogy minden könnyű lesz. És erre próbálnék utalni, meg bíztatni, hogy a mértékletesség az mindig jó. Így van, így van. Ez egy csodálatos végszó volt, köszönjük szépen, és nagyon-nagyon tanulságos, ezt én is meg fogom jegyezni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, mert szerintem rengeteget segítettél, és nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk erről a képzésről, és nagyon sok sikert és kitartást kívánunk még neked így a koronavírusos helyzethez is. Reméljük, hogy hallunk majd még rólad a közeljövőben. Köszi szépen, nektek is minden jót! Köszönjük szépen, sziasztok! Hello, hello!